Köszöntjük Önöket, jó reggelt kívánok, Perési Tamás kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, ez itt már a napindító, kezdjük műsorunkat továbbra is, kiemelten foglalkozunk az orosz-ukrán, illetve izraeli háborúkkal, Horváth József biztonságpolitikai szakértő segítségével elemezzük a híreket. Például arról fogunk beszélgetni többek között, amit már elkezdtünk 7:30-kor, hogy Joe Biden ma a Fehérházban fogadja Volodymyr Zelenszkijt, de arról is beszélgetünk, hogy Ukrajna szerinte elvégezte házi feladatát az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, minden ellentétes állítást. Éves. És ami az izraeli konfliktust illeti, Izrael nem kapja vissza éve a túszait, fogói csere és a tárgyalások újrakezdése nélkül jelentette ki a Hamas egyik szóvívője, és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök titokban felállította a belső szövetségi köréből egy kis létszámú csapatot, amely a háború utáni Gáza terveit készítik elő. Ezt mind elemezni fogjuk majd a következő pillanatokban. Kezdjük is akkor, és vegyük fel ott a fonalat, amit Eszter is feldobott labdát, hogyha nézzük, hogy elvégezte a házi feladatot Ukrajna ahhoz, hogy csatlakozhasson az Európai Unióhoz, ezt mondta ugye Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, elvégezte valóban ezt a feladatot. Gondoljunk arra, hogy pénteken bejelentették, hogy a korrupcióellenes kerettörvény, ami tartalmazza a kisebbségi törvényt is, amelyet módosítottak, arra hivatkozik például nem csak Volodymyr Zelenszkij, hanem Dmytro Kuleba külügyminiszter is, hogy ez most már elég kell legyen akár Magyarországnak is ahhoz, hogy támogassa az Európai Unióhoz csatlakozását Ukrajnának. Elvégezte a házi feladatot Ukrajna? Nézd, a szerkesztő úr, egy házi feladatot sokféleképpen el lehet végezni, ezt tudjuk jó, hogy középiskolás korunkban visszaemlékszünk rá, akkor mondjuk a kedvenc tantárgyunkat azt alaposan megtanultuk, a kevésbé kedvencet pedig úgy átlapoztuk, és de megvolt a házi feladat, a szülőnk megkérdezte, elvégeztük a házi feladatot. Na most én azt gondolom, hogy Ukrajna is hasonlóképpen van. Mindig az adott feladatot igyekeznek kipipálni, ami előttük tornyosul, jól vagy rosszul, kevésbé alaposan vagy alaposan. Én azt látom most, hogy amit ön is említett itt a korrupcióval kapcsolatos törvények, a kisebbségi jogokkal kapcsolatos törvények is, mindig annyit engednek, amennyit éppen muszáj. De azt, hogy mondjuk végig gondolják azt, hogy Ukrajna valójában egy több nemzetiségű ország, és a nemzetiségeinek a európai mérték szerint elvált jogokat meg kellene adnia, attól azért még messze vannak. Most ők nagyon ünneplik azt, hogy hát a oktatásban újra lehet majd például a magyaroknak használni az anyanyelvüket, de ez még mindig messze van a 10-15 évvel ezelőtti jogaihoz, amelyet a kárpátaljai magyarság élvezett. Korrupcióval kapcsolatban, ha most csak az elmúlt egy évet nézzük, Zelenszkij elnök legalább 5-ször jelentette be, hogy ezt a szörnyű sárkányt ők már legyőzték. Korrupciót megszüntették, aki korrupt volt, az innentől kezdve a rendszerben nincs helye. Ugyanakkor azért Zelenszkij elnöktől kezdve a vidéki apparátusig, azt kell, hogy mondjam, hogy aki döntési helyzetben van, az továbbra is igyekszik ebből a háborúból a hasznát kivenni. Tehát hiába szedték le most a sorozóbizottságoknak a vezetőit az országban minden helyről, a hírek szerint, és ezt ukrán információs forrásokból lehet olvasni, hogy nem történt más, csak egy nullával többet kell a sor végére rajzolni, hogyha azt akarja valaki, hogy a fiát ne vigyék be a hadseregbe. Tehát a korrupció elleni küzdelemben is még messze van Ukrajna attól, hogy ezt a feladatot elvégezze. Nem véletlen az, hogy az Egyesült Államokból is időről időre szakértőket, tanácsadókat küldenek, akik igyekeznek legalább a felszínen megtenni azt, hogy ne túl nyilvános legyen az, hogy a segélyekből, a fegyver utánpótlásból kézen közön hogy tűnnek el, mire kikerül a frontra. Illetve, bocsánat, de még egy megjegyzést. Az ukrán hadseregből jönnek azok a nyilatkozatok, hogy az ukrán katonák, akik a fronton harcolnak, hogy nekik kell megvenniük az élelmiszert, mert az ellátmány, amit kapnak, az nem megfelelő színvonalú, a gépjárművet nekik kell szervizeltetni, mert arra nincs pénz, nincs szakember, tehát akik a sor végén állnak és harcolnak, ők megtapasztalják azt, hogy mennyire nem működik még ez a korrupció elleni tevékenység Ukrajnában. Az Európai Uniós csatlakozás kapcsolatban még annyi kérdésem lenne, hogy hogyan állnak ehhez egyébként az európai uniós országok? Ugye
Itt Magyarország abszolút nem tartja, egyáltalán értelmetlennek tartja a tárgyalások megkezdését is, hiszen egy olyan országról beszélünk, amelyik több sebből vérzik. Hogyan áll ehhez a többi ország? Mennyire meggyőzöttek ők arról, vagy mennyire határozottak ők abban, hogy valóban csatlakozhat az Európai Unióhoz Ukrajna? Hát ez olyan, mint a kézrátétel gyógyítás. Tehát most azt mondjuk, hogy megszüntettük azt a betegséget, és akkor, hogyha ezt túl gyakran mondjuk, akkor egy idő után majd el is hisszük. Tehát én azt gondolom, hogy Brüsszelben elkezdtek egyfajta olyan képet felrajzolni Ukrajnáról, ami messze van attól a valóságtól, amit akár mi itt kicsit közelebbről is látunk, és ez az álomvilág az, amelyet súlykolni igyekeznek a nyugat-európai polgárok felé. Ugyanakkor engedje meg talán azt itt, hogy mi magyarok megtapasztaltuk azt, hogy az unióba való csatlakozásunk előtt milyen aprólékos, sziszifuszi munkát kellett elvégezni kormányokon átívelően, mire beléphettünk az Európai Unióba. Tehát én magam is, mikor például egy titkosszolgálatnál is lényegre törően megnézték azt, hogy a törvényi szabályozástól kezdődően, a törvény végrehajtásán át, a biztonsági kontrollon keresztül, a politikai ellenőrzésig, hogy működnek például a biztonsági szervek is, megfelelnek az európai normáknak. Kőkemény vizsgálatok voltak. Tehát az most, hogy azt mondjuk Ukrajna esetében, hogy ó, hát itt a hétből már négyet ők teljesítettek, ez nem költői túlzás, hanem egész egyszerűen nem igaz. Tegnap felmerült az is Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel, hogy most ugye megnéztük, hogy az Európai Uniós országok hogyan állnak ehhez a kérdéshez, de hogy az Amerikai Egyesült Államok hogy áll ehhez a kérdéshez, és mondjuk mennyi befolyása van erre a folyamatra, akár az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy Ukrajna Európai Uniós tag legyen. Hát most, amit a Nógrádi tanár úr mondott, én azon a vonalon úgy mennék talán tovább, hogy ha megnézzük azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok számára ez egy dupla nyereség. Egyrészt, ha bekerülne Ukrajna az Európai Unióba, akkor az uniónak a védőernyője alá kerülnének azok az amerikai befektetések, amelyek ott vannak Ukrajnában. Másrésztről, hogyha most optimisták vagyunk, és azt mondjuk, hogy egy tűzszünet, vagy akár béketárgyalások megindulnak, tudjuk azt is, hogy az amerikai befektető társaságok, tőkés csoportok már tárgyalnak arról, hogy ők és az ő általuk favorizált vállalkozások fogják az ukrajnai újjáépítést végrehajtani. Illetve most Antony Blinken külügyminisztertől is hallottuk, hogy az amerikai és az Európai Uniós támogatások közel 90%-a az amerikai cégeket pörgeti föl, amerikai munkahelyeket teremt. És talán a legvégén még egy dolog, hogy ha mondjuk feltételezzük, hogy Ukrajna az unió tagja lenne, akkor látjuk azt, hogy ezáltal szinte az Egyesült Államok már kézzel irányíthatná és vezényelhetné az Európai Uniót. Ha már Európai Uniós támogatottság, most Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben azt mondta, hogy most, amikor Oroszország megsokszorozta Ukrajna elleni támadásait, nem az európai támogatás csökkentésének, hanem növelésének jött el az ideje. Most ez azért egy picit ellentmond annak, hogy közben azért látható, érzékelhető, hogy az Európai Uniós tagországoknál elkezdett csökkenni az Ukrajna fele mutatott és nyilván küldött támogatás. Hogyan lesz ez összeegyeztethető? Hát úgy, hogy vegyen fel az Unió úgy egészében még több hitelt. Tehát ez nem szól másról, mint hogy brüsszeli politikusoknak van egy olyan fajta elképzelésük, hogy ezzel a trójai falóval lehet még inkább bevinni azokat az országokat is ebbe az egységesülő, egy birodalommá alakuló Európai Unióba, hogyha közösen adósítjuk el ezeket az országokat is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a cél valójában itt úgy jól kitapintható emögött az elképzelés mögött, hogy még több pénzzel meg lehet oldani valamit, és ez egy ilyen amerikai vígjátékok szlogenje, ugye, ha nem tudsz megoldani valamit pénzzel, akkor old meg még több pénzzel. Hát nem lehet megoldani még több pénzzel, mert pénzzel önmagában nem lehet a lőszert pótolni, nem lehet a katonákat pótolni, nem lehet az infrastruktúrát máró hónapra újra működőképessé tenni. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb, sokkal összetettebb probléma most már, amivel Ukrajnának szembe kell néznie. Említett az újjáépítést, és hogy mi lesz tulajdonképpen a háború után. Mi marad Ukrajnából ezután a háború után? Persze még nem ért véget a háború, de itt, ha gondolunk például azokra a fegyverekre, amik bekerültek az országba, kiknél lesznek, hova kerültek, a szervezett bűnözés az hogyan
tehette rá akár ezekre a fegyverekre a kezüket, hogy egyáltalán milyen állam lesz Ukrajna azután, hogyha véget ér ez a háború? Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert alapvetően ez annak a függvénye, hogy erre megközelítőleg pontos választ tudjunk adni, hogy mi lesz a háború végkimenetele. Tehát, mert azért itt most már a nyugati szakértők is kimerik mondani, vagy nem tudják eltitkolni, talán így helyesebb, hogy bőven benne van az a lehetőség is, hogy az ukrán hadsereg összeomlása, gyors összeomlása az ukrán államnak az összeomlását is magával hozza, abból fakadóan pedig akár olyan kaotikus helyzet is létrejöhet, amelyben, ahogy ön is említette, akár szervezett bűnözői csoportok tehetik rá a kezüket akár állami értékekre, akár a hadseregnek a fegyverzetére is, és az, hogy utána ebből a kaotikus helyzetből hogy jön ki Ukrajna, az egy nagyon nehéz és a jövőt illető kérdés lesz. Ezzel szemben talán, ami optimizmusra adhatok ott, pont az, hogy a nyugati támogatók azért jól láthatóan és most már tapinthatóan egy B-tervben gondolkodnak. Tehát egy Zelenszkij csere és a Zelenszkij féle adminisztráció cseréje után egy olyan fajta új adminisztráció, új vezetői, politikai vezetői kör keresésével vannak, én azt látom, hogy egyre intenzívebben elfoglalva, amelyik alkalmas lehet arra, hogy megelőzze ezt a fajta kaotikus helyzetet. Még egy picit maradjunk a fegyvereknél. Ugye ön is említette, hogy milyen szakértők érkeznek Ukrajnába, hogy felügyeljék azt, hogy az amerikai fegyverek is akárhova kerülnek, hogy ennek mi a pontos metódusa, hova juthatnak el ezek a fegyverek, hogyan, milyen körülmények között, és utána kinél marad, vagy hogyan kerül akár a világban máshova is ez? Hát nézem, egyrészt azt látni kell, hogy most ha a kézi fegyvereket kivesszük, majd kézi fegyvereknél még viszonylag úgymond egyszerűbb a szervezett bűnözés, meg a fronton harcoló katonák tisztjeinek a dolga is, hiszen nem lehet azt lekövetni, hogy éppenséggel hány fő veszteség van, halljuk a hírekből például azt, hogy nem jelentik le a halott katonákat, a zsoldjukat fölveszik a tisztjeik, tehát a korrupció ebből a szempontból is virágzik. Ugyanígy nem lehet azt tudni, hogy a lövészárkokban elesettek fegyvereivel valójában mi történik. És ez a kézi fegyverek problematikája. Ennél sokkal bonyolultabb már a komolyabb fegyverek, fegyverrendszereknek a sorsa, amelyekről azt mondják a nyugati elemzők is, hogy amíg beérkeznek Ukrajnába, és mire kiérkeznek a frontvonalra, közel 30%-a útközben eltűnik. Nyilvánvaló, hogy ezeket olyan jól szervezett bűnözői csoportok tudják megtenni, amelyek beépültek az államigazgatásba, ott vannak a hadseregben, és mondjuk utána a nemzetközi fuvarozói láncokban is, mert az, hogy mondjuk egy löveget, egy rakéta rendszert szét kell szedni, ahhoz érteni kell, és utána azt megfelelő módon el kell rejteni nagyobb szállítmányokban, és utána a célállomáson pedig újra össze kell tudni szerelni, hogy működőképessé tegyék, és akkor fizet majd a vevő érte, és a célállomások pedig nyilvánvalóan a világ azon részei, amelyek egyfajta bojkott alatt vannak, hogy a nyugati világ mondjuk olyan országoknak nem szállít fegyvert, ahol terrortámogatás van, ahol hadurak vannak éppenséggel hatalmon, és az állam működőképessége az elősen megkérdőjelezhető. Tehát ebből a szempontból ezek az államok, amelyek mint nagyon erős felszívó hatást gyakorolnak, vagy terrorszervezetek, szervezetbűnözői csoportok, az ilyenfajta fegyverek iránt is, és akkor még nem beszéltünk atomvegyi vagy biológiai fegyverekről, amelyekkel kapcsolatosan még inkább problematikus ez a helyzet. Ilyen fegyver juthatott a Hamászhoz is? A hírek szerint igen. Tehát az, hogy itt a rakétákról beszélnek, illetve kézi fegyverekről is, itt, és nem tudjuk persze, hogy most ez a oroszoknak a dezinformációs játéka, vagy pedig valós képeket látunk, de tény és való, hogy nem csak posztszovjet fegyvereket, nem csak kalasnyikovokkal, AK-kal harcolnak a Hamasz harcosai, hanem láthatóan nyugati kézi fegyverek is vannak náluk. És ez azért érdekes, mert a fegyverhez lőszer is kell, és a nyugati NATO szabály szerinti lőszer mondjuk az nem kompatibilis egy kalasnyikóval. Tehát itt sok mindent meg kellett oldani, például a Hamasznál is ebből a szempontból egy komoly felkészülést igényelt, hogy fel tudjanak olyan mennyiségben például lőszerből tankolni a szervezett bűnözői piacról.
Akkor most átváltottunk az izraeli háborúra. Kezdjük először egy összeállítással. Az izraeli miniszterelnök fegyverletételre szólította fel a Hamászt, nincs értelme meghalni a vezetőért, ezt üzenni Benjamin Netanyahu a terroristáknak. Hozzátette azt is, hogy az utóbbi napokban több tucat terrorista is megadta magát. Az iszlamista szervezet közben azzal fenyegetőzött, hogy egyetlen túsz sem hagyja el élve Gázát, amíg nem teljesülnek a követeléseik. Füstfelhő száll fel Han Yunisban. A palesztin Vörösfélhold közlése szerint az izraeli erők légitámadást indítottak az Al-Ahmar kórház környékén. A város napok óta ostromolják. Az elmúlt napokban több terroristát is megöltek. Erről már a zsidó állam miniszterelnöke beszélt. Benjamin Netanyahu azt üzente a terroristáknak, nincs értelme meghalni a Hamas vezetőjéért. Majd felszólította őket, adják meg magukat. A háború teljes erővel folytatódik Gáza északi és déli részén, hogy elérje minden célját. A Hamas felszámolását, az összes túszunk visszaszolgáltatását, és megígérjük, hogy Gáza többé nem fog fenyegetést jelenteni Izraelre nézve. Az izraeli hadsereg gázai csapatainak korábbi parancsnoka szerint a háború akár még 2 hónapig is elhúzódhat. De a gázai övezet északi részét már heteken belül irányításuk alá vonhatják. Az izraeli hatóságok szerint a fogolycserék után is még 137 túszt tartanak fogva Gázában. A fogságban töltött napok örökké valóságnak tűntek, nagyon nehéz napok voltak. Az éhség, a család hiánya és a szörnyű mentális állapotunk is megnehezítette a mindennapokat. Mesélte ez a lány, aki 50 napot töltött a terrorszervezet fogságában. A Hamász egyik szóvivője most azzal fenyegetett, egyetlen túl sem hagyhatja el élve Gázát, amíg nem teljesülnek a követeléseik. Az Al Jazeera hírtelevízióban azt is megüzente, hogy Izrael nem tudja majd erővel sem kiszabadítani a foglyokat. Az ENSZ továbbra is tűzszünetet sürget a gázai övezetben kialakult katasztrofális humanitárius helyzet miatt. A hadi kabinetnek a minisztere Benny Gantz hétfőn telefonon beszélt Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel, és megköszönte neki, hogy az Egyesült Államok megvétózta ezt a bizonyos tűzszüneti határozatot az ENSZ biztonsági tanácsában, valamint tájékoztatta nyilván a gázai háború fejleményeiről a külügyminisztert. Ugye ez egy ilyen kettős dolog, hogy úgy mondjam, kettős mérce, hiszen az amerikai Egyesült Államok egyfelől továbbra is sürgeti, sőt támogatja ezt a háborút, de közben azért Netanyahu-nak a politikájával nem teljes mértékben tud azonosulni, sőt. Már tegnap is beszélgettünk erről, de hogy lehet ezt a két dolgot mondjuk egy országnak összeegyeztetnie? Beszélek itt most az amerikai Egyesült Államokról, akik ugye egyfelől farkast kiáltanak, másfelől pedig tulajdonképpen tök mást csinálnak. Én azt gondolom, hogy amit ön elmondott, abban egy kulcsmondat vagy kulcsszó volt, Benny Gantz. Tehát az, hogy Benny Gantz, aki egyébként a háború kitörése után került be ebbe a nemzeti kabinetbe, hívta be az ellenzék meghatározó politikusát, Benjamin Netanyahu, és ebből kifolyólag nem véletlen az, hogy Benny Gantzal tárgyal Antony Blinken. Mert itt én azt gondolom, hogy két szinten folyik ez a küzdelem. Egy politikai szintet, ha nézünk, akkor az a jelenlegi amerikai adminisztráció kimondott célja az hosszú hónapok óta, hogy Netanyahu kormányt megbuktassák, és újra egy baloldali liberális kormányt juttassanak Izraelben hatalomra, és ennek az egyik meghatározó arca Benny Gantz. Tehát egyrésztről az amerikai kormányzat igyekszik támogatni Izrael államot a tekintetben, hogy harcát az sikeresen folytassa a Hamas ellen, másrésztről viszont igyekszik olyan helyzetet is teremteni, hogy mondjuk a háború lezárása után Benjamin Netanyahu-t el lehessen mozdítani a hatalomból, harmadrészt pedig az Egyesült Államokban, mivel közeledik az elnökválasztás, arra is figyelnek, hogy egyrésztről megfeleljenek az Egyesült Államokban élő zsidó szavazópolgároknak, viszont látjuk az utcát, már elfoglalták, a Palesztinát éltető, független Palesztinát akaró, baloldali, muszlim hátterű amerikai állampolgároknak a tömegei, akik szintén szavazópolgárok. Tehát ezért látjuk azt, hogy egy ilyen kettős beszéd van a kormányzat részéről, nem szeretné egyik választó csoportját sem elveszíteni. Gyakorlatilag ennek volt akkor az a folyamánya, hogy megvétózták ezt a javaslatot, miközben egyébként arról beszélnek, hogy szeretnék, hogyha lenne tűzszünet, és ugye emiatt Katarral együtt, meg Egyiptommal össze is hozták az első tűzszünetet, Izrael és a Hamász között, de hogy valahogy tényleg, amit ön is mond,
teszünk is azért a tűzszünetét, meg persze, amikor viszont szavazhatnánk róla, akkor megvétózzuk. Persze, hát ezt ismerik, ez a Mátyás király is, hogy hozzon is, meg nem is, meg legyen is, meg ne is. Tehát az okos lánynak a meséjét látjuk itt most a valóságban megvalósulni. Azzal együtt, hogy mindeközben azért olyan képeket is látunk az Egyesült Államokban, amit nem gondoltunk volna, tehát hogy olyan erős antiszemita hullám indult el jó részt itt a keleti parton, és például az egyetemeken, amely én azt gondolom, hogy nagyon komoly figyelmet érdemel, mert ez nem csak belpolitikai kérdés, hanem egy biztonsági kérdés is, hiszen az, hogy radikális iszlamisták antiszemita jelszavakkal, skandálval vonulnak mondjuk a Times Square-en, annak a biztonsági oldalát nem lehet eléggé túlbecsülni, mert néhány utcával arrébb, ha elsétálnak, akkor már ott látjuk a Grand Zero-t, tehát egy figyelmeztetés, hogy a radikális iszlám már megtámadta sikeresen New Yorkot. Ugye ez az a hír, talán ön is erre utalt, hogy lemondott rektori tisztségéről Liz Magill, az Egyesült Államok egyik kiemelkedő felsőoktatási intézményének, a Pennsylvania-i Egyetemnek a vezetője, az egyetemi antiszemitizmusról szóló keddi kongresszusi meghallgatás során. Ugye ez az a hír? Igen, de ez a sorban egy hír, de hasonló híreket látunk, hiszen a még nevesebb egyetemeken, és most direkt nem akarom néven nevezni őket, is megjelentek ezek, amiről nem gondolták volna, tehát hogy a abszolút elit egyetemeken az antiszemitizmus oly mértékben jelenik meg, hogy mondjuk azt tanácsolják az ott tanuló zsidó fiataloknak, hogy egy, ne menjenek az utcára, kettő, ha kimennek, akkor ne viseljenek mondjuk kipát. Mennyire befolyásolja egyébként, bocsánat, még visszacsatolva egy pillanatra az Amerikai Egyesült Államokhoz, mennyire befolyásolja a Hamászt? Ugye beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen ezzel az izraeli konfliktussal a Hamászt nem lehet megsemmisíteni és eltüntetni a föld színéről, mert újabb sejtek nőnek itt, ott, amott, tehát ez teljesen lehetetlen. Plusz, hogy ugye ez az alagútrendszer, ami 500 km hosszú, ennek a megsemmisítése is egy óriási feladat. De mennyire befolyásolhatja a terrorszervezetet a Hamászt? Az, hogy egyébként az Amerikai Egyesült Államok a Benjamin Netanyahu-féle vezetéssel nem ért egyet. Ez valamennyire, idézőjelbe értem, szimpatikus lehet egy terrorszervezetnek, vagy teljesen mindegy, hogy egyébként az Amerikai Egyesült Államok mit képvisel? Abszolút nem mindegy a számukra, hogy mit képvisel, éppen azért, mert látjuk azt, hogy az Egyesült Államokon belül is már egy masszív iszlám tömb alakult ki, akiknek a támogatása adott esetben pénzmeli, vagy olyan támogatás, hogy kimennek az utcára és tüntetnek mellettük, ez egy terrorszervezet számára nagyon fontos üzeneteket hordoz, és én azt látom, hogy valójában október 7-i Hamas támadás után egy 10 nappal, 2 héttel az izraeli kommunikáció az egy nagyon fontos küzdelmet elveszített. Tehát úgy tűnik, hogy a radikális iszlamistáknak úgy Európában, mint az Egyesült Államokban sikerült áttematizálni ezt a szörnyű helyzetet, és most már Izrael került a büntetőpadra, és Izrael van, akin számon kérik azt, hogy egyébként miért akarja felszámolni a Hamaszt, és a civil áldozatok száma miért ilyen magas. Noha, látjuk azt például az izraeli hadsereg beszámolóiból is, hogy szinte nem tudnak olyan lakásba bemenni a gázai vezetbe, hogy ott ne találjanak fegyvert, robbanóanyagot, vagy éppessége egy alagút lejáratot, hiszen a Hamas jó másfél évtized alatt, ahogy ön is említette, egyrészt azzal, hogy ezt a közel 500 kilométeres alagútrendszert kiépítette. Másrészt viszont az egész gázai övezet lakosságát behálózta. Mivel őtől lejött a pénz, a segélyeket is ők osztották szét. Ezáltal az egész lakosságon belül egy olyan struktúrát alakítottak ki, aminek az a végeredmény, amit ön is említ, hogy lehet, hogy most 5000 harcosát a Hamas elveszítette, de biztosak lehetünk abban, hogy a fiatalok közül folyamatos utánpótlás lesz, pláne azért is, mivel rengeteg polgári áldozat van, rengeteg dühös ember van a gázai övezetben. Még egy pillanatra, hogyha visszakanyarodunk az Egyesült Államokhoz, az, ami történik, az mennyire lepte meg az amerikai titkosszolgálatokat akár, mert ugye úgy tűnik, hogy azon most mindenki meglepődött, hogy ön is fogalmaz, hogy ilyen szinten jelen van az antiszemitizmus az országon belül. Tudhattak erről, vagy ha nem tudtak erről, akkor miért nem tudtak erről, hogy ez egy újabb probléma lehet majd? Ez mindig nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy az amerikai szolgálatok éppen 2001. szeptember 11 után kiemelt figyelmet szentelnek a iszlám radikalizmus megjelenésének, ne adj Isten térnyerésének az Egyesült Államokon belül.
Az, hogy egyébként ez a veszély mekkora, és ebből mi lát napvilágot, az egy másik kérdés, hiszen ez már mindig egy politikai döntés kérdése. A szolgálatok, ha érzékelik a veszélyt, érzékelik azt, hogy valamiféle változás van a rendszereken belül, amelyeket figyelemmel kísérnek, akkor ahol tájékoztatják a politikai vezetést, és várják tőle, hogy kapjon utasítást, hogy adott esetben számolja föl, elkezdje bomlasztani, épüljön be közéjük, magyarul a védekező mechanizmusát indítsa be. Mert hogyha erre nem kap utasítást a kormányzattól, egy szolgált, akkor vár. És onnak a végkifejletét nem látjuk, hogy vajon milyen irányba fog elmozdulni. Ez már csak azért is különleges, amit ön is mondott, hogy New Yorkban is hol volt a tüntetés, meg amellett ugye ott volt a Ground Zero, ahol voltak ugye az ikertornyok még 2001. szeptember 11-e előtt. Tehát ugye ez egy olyan kulcskérdés Amerika szempontjából, ami a történelemből meghatározó esetre alapul. Abszolút így van, és ez tegyük hozzá azt, amivel a beszélgetésünk elejét is kezdtük még itt, hogy mindeközben tízezrével érkeznek heti szinten azok a bevándorlók, akik minimális regisztráción esnek keresztül, és ez sok mindennek nevezhető, de biztonsági ellenőrzésnek nem. És hogyha ez igaz, és látjuk azt, hogy milyen masszív iszlám és a radikális iszlámot támogató tömb jött létre az Egyesült Államokon belül, mindeközben a határon keresztül is Afrikának mondjuk az iszlám régióiból is érkeznek már emberek, akkor a kettő együtt én azt gondolom, hogy egy olyan veszélyes konglomerátumot alkot, amellyel kapcsolatban az Egyesült Államok jelenlegi politikai vezetésének is aktív intézkedéseket kellene, hogy életbe léptessen. Horváth Józsefnek nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Egy pár perc szünetet tartunk, de aztán érkezik hozzánk Tóth Máté, energiajogász. Tartsanak velünk! És ez itt továbbra is a napindító. Köszöntjük Önöket, Perési Tamás kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, és itt van már velünk Tóth Máté, energiajogász. Hamarosan beszélgetünk arról, hogy érkezik az azeri gáz Szerbiába. Ugye Máté, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! De még mielőtt megérkezne ez a bizonyos azeri gáz Szerbiába, az Európai Unió egy új terv szerint tulajdonképpen a tagállamokra bízná azt, hogy hoznak-e be orosz gázt, ami a gyakorlattal szakítani ilyen szempontból, ami eddig volt bevált az Európai Unióban, illetve ez egy nagyon érdekes helyzetet, sőt több érdekes helyzetet is szülne. Tehát, hogyha például nekem szükségem van ellátás biztonság szempontjából az orosz gázra, akkor bár megtiltatom, hogy az oroszok zsaroljanak mondjuk ezzel, és akkor nem fizetek nekik, viszont akkor nem valonnan pótolnom kell a kieső bevételt, illetve én egy olyan ország vagyok, amiken keresztül megy ez az orosz gáz, és én azt mondom, hogy ide ne jöjjenek, akkor utánam sem kaphat más. Szóval nagyon érdekes dolgokat szülhet. Mi lehet ennek a hátterében, illetve hova futhat ki? A kérdés jó, és számtalan további kérdést generál. Igazából, hogyha megnézzük, hogy mi lehet ennek az oka, az valószínűleg az, ami az elmúlt másfél évben mindennek, az a görcsös vágy, hogy Oroszországot valamilyen módon megbüntessék és hátrányos helyzetbe hozzák. Ugye eddig azt látjuk, hogy bár Cézárt 23 kés döféssel ölték meg, bizonyos források szerint 35-tel, Oroszországgal szemben 18 ezer szankció van érvényben, 18 ezer, ez ugye az összes szankciós csomó szankciót tartalmaz, meg voltak még korábbiak, és hát Oroszország köszönni jól van, tehát egyelőre nem ért célt a dolog. Ugye a gáz felhasználás az már régóta célkeresztjében van az Európai Uniónak, de a tőzsdei gázásapkát leszámítva, ugye nem sikerült elfogadtatni a tagállamokkal egy egységes, az Európai Unió vámhatárainál érvénybe lépő közös szankciót, gázszankciót, de nem akarja elengedni az Európai Unió, ettől függetlenül ezt az ötletet, és elsősorban ugye a balti országok a kezdeményezők, úgyhogy innen jön ez a forradalmi új terv, ami azt mondaná, hogy jó, akkor közösen, mint EU tagállamok nem tudjuk ezt a szankciót elfogadni Oroszország ellen, viszont akkor a tagállamokat jogosítsuk fel erre. Ugye a forradalmi ebben az, hogy az Európai Uniónak pont a közös külpolitika, biztonságpolitika és vámpolitika, tehát a vámhatárokon a közös behozatal, az egységes, az Európai Unió hatáskörébe tartozó történet. Úgy néz ki, hogy az Európai Uniónak annyira fontos az oroszok büntetése, hogy akár még ebből is engedne, ezt is feladná, pedig ugye ellenkező, központosító törekvéseket látunk szinte minden téren, de még ebből is engedne, inkább azért, hogy legalább egyes tagállamokon keresztül visszacsempészze ezt, így a hátsó kapun ezt a korábbi szándékot és ötletet. Ebben a veszélyes az, hogy ha az egyes tagállamokra bízzák, ugye ezt a
a gáz forgalom megtiltását tulajdonképpen a gáz vezetékeiken. Egyrészt Európa szorosan összefügg. Tehát, hogyha valaki politikai okokból úgy dönt, hogy nem hoz be orosz gázt, akkor az a többieket is érinteni fogja. Tehát ez a közös mennyiségeket csökkenti az Európai Unióban. A másik pedig az, hogy amelyik ország Oroszországhoz közelebb van, tehát tranzitország a többi ország beszerzése szempontjából, az ugye a többiekkel is kitolt. Tehát valószínűleg megint olyasmi hatás lenne a cél, hogy igazából, ha rossz, akkor legyen mindenkinek rossz. Ha van néhány tagállam, aki szembe akar menni a saját érdekeivel, akkor a többi tagállama is ki tudjon szúrni. Azért mondom, hogy a saját érdekeivel, mert azt látjuk a számok alapján, hogy Oroszországnak az LNG szállítása az utolsó negyed évben még nőtt is, tehát megint növekedett az Európai Unió egésze felé, és az orosz cseppfolyós földgáz behozatala szempontjából a három dobogós, nyilván az első nem lepődik meg senki, doppergés Kína, de a második és harmadik az két Európai Uniós tagállam, Belgium és Spanyolország. Tehát ők hozzák be a legtöbb világviszonylatban és a legtöbb cseppfolyósított földgázt Oroszországból, tehát nyilvánvaló módon ők nem lesznek azok között az országok között, akik az orosz földgáz behozatalát ilyen módon egyoldalúan szankcionálnák, hogyha ez az Európai Parlamenttől érkező, vagy hát közös bizottságon átment javaslat elfogadásra kerül, de például Franciaország sem, Ausztria sem, Magyarország sem és a régi országai sem, viszont néhány ország, akik politikailag motiváltak, azok kitolhatnak a többi EU-s tagállammal, igazából ez áll ennek a javaslat tervnek a hátterében. Közben Szerbiában megérkezik az azeri gáz. Pontosan, és ez jó hír, érdekes módon az Európai Unió, ha át kell valamit adni, akkor ő is felbukkan a képviselőivel, tehát itt ennél a gáz átadó állomásnál, vagy mérőállomásnál, ahol a szalag elvágása megtörtént, ott azért felbukkantak diadalmasan az EU képviselői is. Nagyon fontos vezeték szakasz átadás történt meg, ez egy 109 kilométeres vezeték, ami Szófia és Nist köti össze, hát ez az a vidék, ahol Ulászló király, vagy például ugye Hunyadi kalandozott sokat, most itt a gáz érkezik, és ez mindenkinek fontos. Szerbiának is, hiszen a szerb gázszükségletek 60%-át tudja fedezni ez az új vezeték, 1,8 milliárd köbméteres az éves kapacitása, de ez az egész régió számára fontos, tehát az ellátás biztonság szempontjából ez egy olyan garanciális vezetékszakasz, ami mindannyiunknak javít a szorításán, javít az ellátásán, pontosan ezek az ambíciók, tehát Magyarország számára is ez egy fontos esemény, főleg, hogyha párhuzamba állítjuk azokkal a hírekkel, hogy Oroszország a Gazprom hivatalosan is megtagadta például a szerb tranzit, bocsánat, a bolgár tranzitdíj kifizetését, és ezért ugye ez a szerb vezeték tovább szélesíti a lehetséges opciókat ezekben a nehéz időkben. Az azeri gáz lehetőség, ami ugye Magyarország számára is már érkezik, tehát egy 100 millió köbméter már ősszel leszállításra került Magyarország számára. Ez egy nagyon fontos alternatív gázforrás, aminek ez az új vezeték egy beszállítási útvonalat tud biztosítani. Szerbia is vett már 400 millió köbméter azeri gázt, ez ezen a vezetéken tud érkezni. Tehát az infrastruktúra is önmagában egy jó hír, és az a molekula is, amit beletöltenek ebbe a gázvezetékbe, hiszen szépen, fokozatosan, és nem is lassan, hiszen ez a vezeték is 12 hónap alatt elkészült, tehát elképesztő sebességgel haladnak a dolgok. Szépen az ellátás biztonságunk szempontjából a valódi diverzifikáció, ami a tényleges célkitűzés irányába haladunk közösen, az egész régió, Szerbia is és Magyarország is, ezek ugye rendkívül fontos hírek a közös ellátás szempontjából. Említettél 18 000 szankciót, és hogyha megnézzük, akkor a kettős felhasználású termékekre vonatkozó szankciókat például Törökországon keresztül kerüli meg Oroszország. Most akkor beszéljünk kifejezetten erről, ez hogyan történik meg? Valóban nem csak az olaj tud folyni, és a gáz molekulák találják meg az útjukat, hogyha hosszabb úton, ahogy ugye a Dunakanyart is annak köszönhetjük, hogy nem tud egy hegyen átmenni a folyó, akkor megkerüli, vagy a Vaskapu, ha esetleg járt ott valaki nagyon szépen. Ugye ugyanezt láttuk az elmúlt egy évben a gáz és az olaj útja tekintetében, hogyha kell, akkor nagyobb kanyart téve, de megtalálja a kínálat a keresletet, a felvevő piachoz eljut drágábban, hosszabb úton az energiahordozó. De ugyanez a helyzet a kettős felhasználású termékekkel, ami azért kritikus, mert a kettős felhasználású terméket azt teszi kettős felhasználásúvá, hogy polgári és katonai célra egyaránt felhasználható. Ha más nem, ugye onnan lehet ismerős az elmúlt pár hónap híreiből ez a kifejezés,
hogy a kettős felhasználású tulajdonságára hivatkozással nem szállította le a német Siemens Paks 2 agyát, azt a vezérlő központot, amivel az új atomerőmű épülne. Azt mondva, hogy kettős felhasználású, katonai célra is használható termékről van szó, és az oroszok birtokába kerülne a tudás azzal, hogy a magyar Paks 2 bebeszerelése kerül, ami ugye teljesen nonsens volt, ez egy ürügy volt. Viszont vannak olyan valódi kettős felhasználású termékek, amik valóban katonai célra is alkalmasak. Egyébként nagyon széles ezeknek a termékeknek a skálája, a csipektől, a telekommunikációs eszközökön át, akár a távcsővig terjed. És azt látjuk, hogy Törökország csak szeptember végéig, tehát ez a szám azóta valószínűleg nőtt, 158 millió dollár értékben exportált Oroszországnak, Kazaksztánnak, Üzbegisztánnak, Georgiának, Örményországnak ilyen kettős felhasználású termékeket, amiről nyilván Oroszország önmagáért beszél a listában, de az összes többi elemről is azt gondolják, hogy ezek az orosz beszerzésnek az útjai, ezek a közvetítő országok, amit megerősít az a tény is, hogyha megnézzük csak Örményországnak a növekedését, a gazdasági növekedését, akkor az tavaly 12% volt, olyan időkben, amikor nem nagyon növekedett senki, és idén újabb 12%, ez pontosan a reexportnak köszönhető minden elemző szerint, tehát Oroszországban érkeznek ezek a kettős felhasználású termékek, ennek Törökország a kapuország, ami pontosan ezt mutatja, hogy minden, tehát még ezek a kritikus termékek, amik valóban fontosak lennének az Európai Unió vagy az Egyesült Államok érdekei szempontjából, hogy ne jussanak el Oroszországba, még ezek is megtalálják a maguk útját, a maguk közvetítőjét. Persze érdemes erre emlékeztetni, és nemzetközi jogilag ez egy fontos mondat, hogy Törökország nem fogadott el szankciókat Oroszország ellen, tehát ezért igazából csak a nyugat neheztel, valójában nincs miért, esetleg etikailag vagy morálisan, de jogilag ugye megteheti ezt Törökország, illetve megtehetik ezek a további kapuországok, közvetítő országok is. Maradjunk egyébként az Európai Unió el, vagy térjünk vissza az Európai Unióhoz. Fellázadtak a tagállamok, ugye Brüsszelnek spórolnia kell, nagyon meg kell vágni a kiadásait, és eközben Varga Mihály szerint a gyávák koalíciója nem támogatta az uniós források jóváhagyását. Ugye erről is gyakorlatilag nagyon hosszú ideje megy a húzavona. Nagyon hosszú ideje megy, hiszen azok a források, amikről például Varga Mihály pénzügyminiszter úr beszél, azok ugyanazok a források, amik Magyarország helyreállítási tervéhez kellenének. Tehát ez évek óta feltartóztatásra kerül. Most a pénzügyminiszterek tanácsában megszavazták Magyarországnak az első szeletét, egy 4,6 milliárd eurós forrást, azért megtévesztő a szám, mert ennek nagy része hitel, 3,9 milliárd, tehát ez visszafizetésre kerül, viszont nagyon fontos energetikai, zöld beruházásokat, projekteket finanszíroz ebből Magyarország, az eredeti terv szerint, tehát az évekkel ezelőtti terv szerint, viszont látványosan ellenszegültek tagállamok ennek a tanácsban, a balti, az észlet-litván koalíció mellett, akik ugye nincs mi meglepődni, vagy a hollandok mellett. Igazából a gyávák koalíciója, ez pedig az északi országokat jelenti, az egykor szebb napokat látott viking országokat, az északi országokat, ők is ellenálltak ennek, és különböző kifogásokkal, de nem szavazták meg, vagy tartózkodtak a Magyarországnak jogosan járó forrásoknak az odaítélésénél. Ez csak azért érdekes az egyik irányból, mert közben a másik irányból meg azt látjuk, hogy az Európai Unió folyamatosan befizetésre kívánja a tagállamokat kötelezni az újabb és újabb költekezése jogán. 66 milliárd euróval emelték meg idén az EU-nak a közös költségvetését, tehát ilyen összegű befizetésre van szükség most a tagállamoktól, a fővárosoktól. 60 milliárd euró, ennek a jelentős része az Ukrajna támogatására megy, illetve egy kisebb 10-valány milliárdos szelet, csekélység, az pedig harmadik országoknak a migráns megállapodások támogatása jókán szükséges kifizetésekre. Na ezekre a nemes célokra mozgósítja az Európai Unió a tagállamokat, hogy fizessenek be. Nagyon sok tagállam sérelmezi most már ezt, a soros spanyol elnökség az három tervet is beterjesztett ehhez, a költségvetési többletbevétel forráshoz, és átcsoportosításra hívta fel az Európai Unió szerveit, ami azért szükséges, mert ez a 60 milliárd eurós extra befizetés, ez ugye a tagállamoknak egy rendkívüli terhet jelent ezekben az időkben. Egy 20%-os csökkentést javasolt a spanyol vezetés, de több tagállam is különféle tervekkel, indítványokkal bombázta ezt a költségvetési emelést, és elsősorban az átcsoportosításra
tettek javaslatot a tagállamok, ami azt jelenti, hogy, hogy más forrásokból biztosítsa az Európai Unió ezekre a nagyon nemes célokra a forrást, és ne a tagállamoktól várjon el befizetést. Igazából rosszul is néz ki az optika, hogy azt nézzük, hogy a jogosan járó forrásokat nem fizetik ki egy EU-s tagállamnak, ugye Magyarországnak, vagy amennyire lehet nehezítik, ez történt most ezzel a 4,6 milliárd eurós forrás az utolsó pillanatig, sőt még azután is késletették. Közben pedig látszik, hogy az Európai Uniónak lyukas a zsebe, és gyűjtene a tagállamoktól, de külső célokra, tehát nem az Európai Unió, nem a tagállamok, nem a gazdaság fejlesztése, nem a versenyképesség biztosítása céljából, amire pedig nagy szükség lenne. Látjuk az EU-nak a térvesztését tulajdonképpen az amerikai gazdasági intézkedésekkel szemben, hanem kifejezetten Ukrajna, kifejezetten a migránsokat kibocsátó országoknak a segítése, tehát megint olyan Európai Unión kívüli célok, amikkel szemben azért talán lennének fontosabb prioritások. Tóth Máté, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Máté, mit voltál. Köszönöm szépen én is. Bár úgy fogalmazott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, hogy a házi feladatot elvégezték, és itt gondolt elsősorban arra, hogy múlt pénteken a korrupció elleni harccal, illetve a kisebbségi törvény módosításával olyan kerettörvényt fogadtak el, amely most már tulajdonképpen megnyitja a kapukat az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz. A békéről még mindig nem hajlandó tárgyalni. Elmagyarázta, hogy miért nem. És már kapcsolunk is Kárpátaljára a Dundai tudósítónkhoz, holott a béke az olyan tagállamoknak, mint például Magyarország is nagyon fontos lenne, és ezt hangsúlyozza ugye Magyarország a kezdetektől fogva. És amikor találkozott Orbán Viktor miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnökkel, és utána meginterjú volt egy francia újság, akkor például felhozta Ukrajnával kapcsolatban, hogy nem hajlandó még mindig tárgyalni a békéről, holott pedig ez lenne az egyik legfontosabb dolog. Hogyan adott magyarázatot mindarra Volodymyr Zelenszky, jó reggelt kívánok, szervusz, hogy még mindig nem hajlandóak ilyen helyzetben sem, amilyenben vannak, erről nagyon sokat beszélünk a napindítóban, tárgyalni az oroszokkal. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Igen, egy itteni ukrajnai televíziós interjúban elemezte Volodymyr Zelenszky azt, hogy miért nem tárgyal a békéről, a rendezésről Oroszországgal. Hát azzal kezdte, hogy legfőképpen azért, mert szerinte Vlagyimir Putyin egyszerűen nem akar békét, és hozzátette, hogy neki alkotmányos kötelezettsége, hogy visszaszerezze azokat a területeket, amiket az orosz csapatok megszálltak, és visszaállítsa Ukrajna 91-es határait, tehát egyébként sem tehetne más lépéseket a politikai térben, mint amire az alkotmány kötelezi őt, és egyszerűen nincs más választása, mint folytatni ezt a háborút azokkal, akik hajlandóak Ukrajna védelmére kelni, idézte meg egész pontosan Volodymyr Zelenszkijt. Hozzátette, hogy ő, ha tegyük föl, ha le is ül Vlagyimir Putyinnal, vagy egy ukrán-orosz delegáció asztalhoz ül, ők ketten, vagy bizottsági szinten nem dönthetnek arról, hogy a jelenleg elfoglalt ukrajnai területeken élők kihez is akarnak tartozni, Oroszországhoz, vagy Ukrajnához. Ők nem dönthetnek az emberek feje fölött arról, hogy milyen zászló, vagy milyen himnusz előtt tisztelegnek, vagy éppen milyen nyelven beszélnek. Fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Hírmagyarázók hozzáteszik, hogy szavaiból esetleg arra is lehet következtetni, hiszen az alkotmány említette egyrészt, hogy ahhoz, hogy elmozduljon holpontról az orosz-ukrán háború, akkor lehet, hogy alkotmányos módosításra lehet szükség. A másik pedig, miután kitért ebben az elemzésében arra, hogy az emberek feje fölött nem dönthetnek, és őket kellene megkérdezni, hogy mit akarnak, talán vizionálhat egy későbbi referendumot vagy népszavazást arról, hogy az ott élők mégis mit akarnak, de legalábbis Zelenszky szavaiból ukrajnai politológusok erre próbáltak következtetni. És a háborúnál maradva kitérnék egy nemrég készült felmérésre, ami azt mutatja, hogy az ukrajnaiak döntő elsöprő többsége Ukrajna legnagyobb problémájának azért a háborút tartja. Megkérdezettek, 96%-a mondta azt, hogy a mai Ukrajna legnagyobb problémája a háború. Emellett nagyon nagy számban nyilatkoztak még arról, hogy a korrupció okoz rengeteg nehézséget az országnak, illetve az az infrastruktúrális rombolás, ami a háború miatt következik be Ukrajnába, és mint látjuk tart a mai napig, még az elvándorlás magas szintjét, legyen ez belső vagy unióba irányuló migráció, illetve a munkanélküliség egyre növekvő mértéke teszi nehézé, vagy sok esetben elviselhetetlenné az ukrajnai hétköznapokat.
Gyuri, visszakanyarozom még egy pillanatra, jó reggelt kívánok az ukrán kormányhoz, illetve az ukrán politikához. Az ukrán parlamenti képviselők közül sokan szabadulnának a mandátumaiktól. Miért? Igen, erről maga a kormánypárt frakcióvezetője David Arahamia nyilatkozott a tegnapi nap folyamán. Az a helyzet, hogy jelenleg a 450 fős ukrán törvényhozásnak már csak 401 képviselője maradt, tehát 49-en ilyen olyan okból már megváltak a mandátumoktól, és ez a folyamat, ez a tendencia jelenleg is tart olyannyira, hogy a Volodymyr Zelenszky pártjának a frakcióvezetője azt mondta, hogy nagyon sok képviselőjük az ők képviselőjük, kormánypárt, illetve más frakciók, pártok színeiben politizálók is szeretnének lemondani a mandátumaikról, de ők most már ezt a parlament vezetése, a többség egyszerűen nem engedélyezi, és nem szavazza meg a távozni szándékozó képviselők mandátumról való lemondását, mert mindenkire szükség van, illetve olyan döntéseket kell hozni az országnak, nehéz döntéseket, hogy annak a felelőssége alól nem húzhatja ki magát senki. Politológusok hozzáteszik ebben az esetben is, hogy ugye egy negatív spirálban van most Ukrajna, és a parlamentre nagyon sok negatív dolog vetődik, és a népszerűtlen intézkedésekhez, a népszerűtlen döntésekhez senki sem szeretne igazából asszisztálni, és ezzel magyarázható, hogy inkább távoznának, hogy majd egy esetleges új választások alkalmával tiszta lappal indulhassanak a kampány során. Ugyanakkor az is egy tény, hogy október végén Ukrajnában új parlamentet kellett volna választani, amire az ismert háborús okok miatt nem került sor, tehát elviekben a parlament mandátumának a legitimitása is jogi kérdéseket vet föl, illetve március végén lejár Zelenszky államfő mandátuma is, ami ezt a folyamatot, ezt az állapotot még inkább tetőzheti. És még a parlamenti képviselők kapcsán el kell mondjam azt is, hogy Ukrajnában jelenleg is több parlamenti képviselő ellen zajlik különféle eljárások, vannak, akik eleve előzetes letartóztatásban vannak, és ami közös elem bennük, hogy korábbi politikai ténykedésük során hát erős kritikával illették egyrészt személyesen az államfőt, illetve a jelenlegi ukrajnai politikai elitet. Egy percünk maradt, Gyuri, arra kérnélek szépen, hogy majd röviden válaszolj, hiszen még mindig nő az ukrajnai háborús menekültek száma. Azt hitte volna már talán az ember, hogy aki el akart onnan jönni, Ukrajnából vagy Ukrajnán belül ment ugye keletről nyugatra, az már megtette, de még mindig nő az Eurostat adatai szerint, tehát még mindig mennek el Ukrajnából az Európai Unióba is. Kik? Igen, ez valóban így van, ahogy említetted, az Európai Statisztikai Bizottság közölt erről adatokat, októberi adatokat, ami alapján csak október folyamán közel 52 ezeren menekültek el a háború elől az Unió egyes országaiba, és kértek ott menekült státust. A háború kitörése óta már 4,3 millióan kértek és kaptak az EU egyes országaiban menekült státust. Németországban vannak a legtöbben, közel 1,3 millióan, Lengyelországban közel 900 ezeren, de a valós számuk sokkal több, mert egyrészt már a háború előtt is több millió ukrán dolgozott külföldön vendégmunkásként, és mint tudjuk, a háború kitörése után közel 15 millióan hagyták el Ukrajnát, igaz, a felő ezek emberek menekültek fele azóta már visszatért az országokba, de ha azt veszük, hogy a háború előtt több mint 40 milliós volt Ukrajna lakossága, most pedig becslések szerint a 30 milliót sem éri el, az azt jelenti, hogy több mint 10 millió ember hiányzik jelenleg is Ukrajnából, és mint látjuk, az elvándorlási folyamat tovább tart, hát ennek oka elsősorban az elhúzódó háború, illetve a gazdasági nehézségek, ami a háborúval társul. Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked ma is.